Elindult a nap ötödik futama a Lepke Handicap, óvatosan startolt Pálinka, de tőle ez megszokott. Aki viszont nagyon-nagyon robog előre felé, az Angelina Jolie, illetőleg mellette Donia Doné. Ők kapták el legjobban a start pillanatát, illetőleg megindul külső starthelyéről bronzba is megszerezve így a harmadik pozíciót, aztán pedig aranyérem M a következő lovunk. Ez a vezető négyes az első kanyarban, akkor, amikor követi őket viszonylag messzebbről Allegro Barbaro jelen pillanatban, illetőleg Elton John AT is igyekszik majd fölfelé, de hát ők a mezőny második felében vannak. Akkor, amikor a tribün egyenesre érkezik a mezőny, láthatóan erős a tempó, hiszen meghúzódik nagyon a mezőny. Donia Donénak köszönhetően Angelina Jolie előrébb engedte őt, harmadik pozícióban továbbra is Bronze Boyt láthatjuk jelen pillanatban, aztán pedig aranyérem M a következő ló, és megindul Pálinka a mezőny végéről. Óvatosabban kezdett a futam egyik favoritja, a 15 éves rutinos Pálinka, és ezen pillantás alatt előzve a többieket, hát lehet, hogy felüget majd a vezetők mellé. Donia Doné, Angelina Jolie, Bronze Boy, Pálinka egyelőre a frontban, ott hárman pedig kicsit lemaradni látszanak, különösképpen egyébként aranyérem M, ki Elton John AT némiképpen talán nehezebben tudott kerülni, Allegro Barbaro is eléggé hátul, tehát ez volt azért nagyjából a papírforma, az élenőgető négyesnek egyre jelentősebb az előnye, mert közben Allegro Barbaro el is vétett néhány lépést. Donia Doné vezet, a startó kezdve pici biztatás alatt, de tartja egyelőre ezt a csökkenő forját Pálinkával szemben. Angelina Jolie tovább és a harmadik bent a falon szélárnyékban nagyon közel, és Bronzból is abszolút ott van versenyben, nagyon szorosan mellettük, mögöttük. Még mindig legalább 20 méter ennek a kvartetnek az előnye a többiekkel szemben. Akkor, amikor ráfordultak az utolsó kanyarra, továbbra is Donia Donné vezet, azonban Pálinka erősebbnek tűnik. Pálinka külső spúr ide vagy oda el is ügetett mellette, az ő hátán pedig ott van Bronze Boy, és jó helyzetben van még Angelina Jolie is, ugyanakkor egy kicsikét be van zárva onnan kívülről, talán ha van benne Kraft, még előrébb tud ügetni. Minden esetre átvette a vezetést Pálinka. Pálinka vezet, Pálinkát Bronze Boy fogja megtámadni így az utolsó méter, és bizony-bizony Angelina Jolie is igyekszik előre felé. Donia Doné mellett most már elment, akkor, amikor már csak 100 méter van hátra a futamból, egyértelmű Bronze Boy előnye, és Bronze Boy meg fogja nyerni a versenyt. Mögé érkezik Pálinka, és harmadik végül Donia Doné lesz, megszerzi fogcsikorgatva a bronzos pozíciót Angelina Jolie-val szemben.